Sziasztok srácok, lányok, Szlati volnék. Ez itt egy mit vettem 10.000 forintért videó. Köszönöm szépen Ámfilnak az ötletet az 1000 forintos sorozatod után. Vásároltam egy terméket 10.000 forintért egy elektronikai áruházban. Hálainek ez nem egy szponzorált videó, mivel ez egy olyan fos termék, hogy még azt is bánom, hogy azért én pénzt adtam ki. A telefonomat sikeresen összetörtem, ezért most szervizben van ilyen biztosítási keretek között, ami általában eltart 1-2 hónapig, szóval kénytelen voltam gyorsan venni egy telefont. Megvettem a lehető legolcsóbbat, E-Star A28-as mobilkészülék, ami annyit jelent, hogy ez egy ilyen tök apró, egyszerű, nyomógombos kis valami a múlt évezredből. Egyébként nincsen ezzel úgy semmi baj, mert azt, amire kell tökéletesen teljesíteni, tudok vele telefonálni, és reggel az ébresztő felébreszt. Na de a dobozban elegánsan belehelyezve látjuk ezt a készüléket, amit egyébként már használok 3 hete, de most jutottam el a videóhoz. Hát elegánsan kipakoljuk. Nagyon professzionális doboza van. Van benne egy használati utasítás, meg a, ja, hát itt van a kis zacsa, amiben benne volt. Ez nagyon profi behalás, hogy egy milyen kis izét adnak ehhez. Ami a személyes nagy kedvencem, a fülhallgató, amit hozzáadtak a telefonhoz. Na most gyerekek, ilyet ti még nem láttatok, de ez beszarás. Itt a jack dugós vége, ez pedig a másik vége. Igen, jól látjátok, egy olyan fülhallgatót adtak a telefonhoz, aminek egyetlen fele van, szóval nem az, hogy leszakadt valahol a másik vége, hanem ez egy ilyen egyfüles valami, de még nem az, hogy legalább mikrofon lenne rajta, vagy akármi. Ez egy ilyen kicsit sportolós márkának tűnik én számomra. Na de térjünk rá magára a készülékre. Itt a készülék. Fogalmam nincsen a specifikációiról, mert hát minek nézzem meg, hogy mit tud ez a telefon. Nagyon büszkén fel van tüntetve, hogy 2,8 colos kijelzője van, és dual SIM-es, amire mindjárt ki fogok térni, mert nagyon vicces. Ezen kívül nagyon pici, igen, ott támogatja a microSD memóriakártyát, beépített 2G hálózat, ó, beépített Bluetooth is van, tesó, hát nem szórakoznak, van FM rádió, és 8000 amperes akkumulátor, ah, és 0,08 megapixeles kamera vakuval. De figyeled, nem 0,8, hanem 0,08 megapixeles. Szóval ez egy ilyen csúcskategória. Nyilván 10.000 forintért az ember nem akar sokat várni. Még meg szeretném nektek mutatni azt, hogy ez mennyire dual SIM-es telefon. Lekaptam a hátulját. Elvileg látnotok kéne itt ez a kis kékszer az én SIM-kártyám. És itt dual SIM van. Illetve, hogy ugye két SIM-kártya mehet így egymás aláfelé. Viszont ezzel annyi a probléma, hogy ez egy olyan szarul kialakított slot, ezek a kis kiálló kis fémpöckök, amikor betettem a kártyámat, nem tudtam kihúzni, mert a kis fémpöckök beleakadtak, és amikor egy szaküzletben ezt nekem így kitépték a telefonból, így végigkarszolta a SIM-kártyát, szóval az egy ilyen, hát nem lett kuka, de majdnem. A lényeg az, hogy a két SIM-kártya helyből egy működik. Ezt a telefon nem olyan egyszerűen feloldani, mint ahogy szeretnénk, szóval így nem azon, hogy megnyomkodod, hanem ha megnyomod ezt a gombot, kírja, hogy press csillag to unlock. Megnyomom a csillagot és kír valami fasságot megint. Na most ezt ilyen villámtempóval kell feloldani, mert csak így működik. Hogyha bármit beírok és szeretném törölni, nem az van ott, hogy törlés, hanem az, hogy derült, és el is tűnt. Szóval itt nekem ez így derült, ahelyett, hogy törlés. És ez egy ilyen érdekes szitu. Továbbiakban a telefon az annyira komoly, hogy ébresztőórának konkrétan 3 ébresztést lehet beállítani, de nem tudsz hozzáadni több ébresztőt, szóval egy élmény. Hát a zenét azt inkább meg nem tudom, hogy érdemes-e megmutatnom, hogy milyen hangszórója van a telefonnak, de nem akarom tudni. Ja, és van rajta elvileg Opera böngésző. A telefonomon egyébként van internet, de és most rácsatlakoznék, és azt írja ki, hogy sikertelen hívás. Szóval annyira debil ez a fordítás a telefonon, hogy az valami borzalom. És ez a telefon, képzeljétek el, 10.000 forintba kerül. Mint említettem, ez nem egy szponzorált videó, az majd nem sokára jön egy másik témában, viszont iratkozzatok fel rám Instagramon,
Igen, szponzorálom magamat, iratkozzatok fel, kövessetek minden egyéb lájkoljatok, amit jól esik. Ezt a videót pedig nyomkodj szét egy lájkombbal, kérlek szépen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és minden egyebet. Ilyen telefont soha ne vegyetek. Slati voltam. Sziasztok. Slatov. Forma pisilek, hazafele mehet. Értetlenül figyelek, hogy ki lehet ez a gyerek. Ez tényleg nagyon kellett. Ma sem volt jó napom, az éjszakai buszom majdnem megrepett a hólyagom. Nem tudom, hol lakom és mivel menjek arra. Csak fosztányokat látok, de ezt nem baszhatsz.